Az emberi erőforrások minisztere magyarországi jó tanulója, jó sportolója elismerést adományozott a City Gas Tiszafüredi Kajakkenu Sportegyesület két tagjának, Pető Adélnak és Pető Hannának. Június 4-én a kajaktelepen egy kis ünnepségre került sor, ahol Újvári Imre polgármester és az egyesület edzői mellett jelen volt a Magyar Kajakkenu Szövetség több vezetője is. A rövid köszöntő után beszélgettünk Schmidt Gáborral, a szövetség elnökével, az egyesület három edzőjével, illetve a két fiatal sportolóval, Pető Adéllal és Hannával. Olyan jó látni, hogy végre a sport területén is van egy kis mozgás. Mi újság van önöknél, elnök úr, ebben a karanténos virtuális világban? Hát őszintén szóval én is nagyon örülök, hogy végre itt lehetünk a vízpartokon. Nagyon fontosnak tartottuk a kollégákkal, szakmai igazgatóra, főtitkár úrral jöttem ma is, hogy így elinduljunk mi is, és a klubokkal beszéljünk, megnézzük, hogy indult vissza az élet. Mindenhol köszöntsük az edzőket. Ma is itt nagyon örömteli pillanat volt, hiszen két válogatott versenyző ugye megkapta jó tanuló, jó sportoló díjazást is, és itt volt polgármester úr, és átadtuk neki közösen egy kis virágot, meg elismerést. Én azt gondolom, hogy ez is jelzi, hogy itt az egyesületben nagyon-nagyon jó munka folyik, és nem csak az edzések terén, hanem nagyon figyelnek arra a kollégák, Fülöp János, Virág Tibor és többiek, hogy igenis az iskolai előmenetelben is a gyerekek jók legyenek. Hát a kajakkenu sport az él és virul, természetesen mi se örültünk ennek a leállásnak. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a klubjaink mindenhol példát mutassanak, és mindenhol azokat az intézkedéseket, amelyeket a kormány hozott, betartsuk, ezért mi is bezártuk a vízitelepeket, volt egy kis szünet, de azért az edzők online edzésekkel, játékokkal, a szövetségi kollégák is szerveztek rengeteg ilyen játékot, és el tudom mondani, nagyon büszke vagyok, több mint 2000 videót küldtek be a gyerekek, hiszen az élversenyzőink leforgattak ilyen különböző gimnasztikai gyakorlatokat, és hogyha gyerekek megcsinálták és beküldték, akkor sorsoltunk nekik maradj otthon póló természetesen, kajakkenu sportost. Én azt hiszem, hogy ezt a helyzetet is azért átvészelte a sportág, és én most nagyon örülök annak, hogy mindenki látja, hogy igenis a vízisportok, a szabadtéri sportok, azok veszélytelenek, érdemes kijönni a levegőre, és itt természetesen a kajakkenu klubjainkban, ahogy itt Tiszafüreden is, és a Tiszatavon több helyen, ugye várjuk mindenkit, aki szeretne mozogni. És hát ami nagyon örömteli még, hogy rövidesen elindulnak a vízivándortáborok, és hiszen Révész Máriusz kormánybiztos úr bejelentette, hogy idén is lesznek, és ahogy tavaly is a Tisza-tó és itt a Tiszafüredi helyszín is benne van az országos vízivándor programban, úgyhogy rengeteg gyerek fog ide érkezni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez mindannyiunk számára nagyon fontos. Mi újság van a versenyszezonnal, ami tulajdonképpen el sem kezdődött? Hát természetesen nekünk is kellett intézkedéseket hozni, de nagyon-nagyon fontosnak tartottuk, hogy egy sportágnak mindig az alapegysége a bajnoki rendszer, a bajnokságok, hogy ezt mi mindenképp szerettük volna megtartani, és már korábban májusban úgy döntöttünk, hogy ezeket áttesszük augusztus vége szeptemberre. Úgyhogy mi nagyon örültünk, hogy végül is, ahogy elkezdődtek az intézkedések feloldásai, láttuk, hogy ez végül is tartható, úgyhogy most az egyesületek ebben a menetrendben arra készülnek, hogy most szépen elkezdenek a gyerekekkel edzeni, el lehet menni egy vizitúrára, július második felében már csinálunk ilyen régiós kis versenyeket, tényleg az volt a fontos, hogy ne legyenek egyszerre sokan egy helyen, ne kelljen annyit utazni, és aztán augusztus vége szeptemberben pedig megcsináljuk a bajnoki fordulókat, de azt is fontosnak tartottuk, hogy azért látjuk, hogy nem mindenhol tudtak úgy edzeni, amikor a leállás volt, máshogy indulnak újra, úgyhogy azt találtuk ki, hogy az idei bajnoki pontversenyt azt nem tekintjük irányadónak a jövő évi támogatások szempontjából, hanem csak a tavalyit, viszont bajnokokat meghirdetünk, és ez meg fontos a gyerekeknek. Úgyhogy én azt hiszem, hogy visszaáll szépen az élet, és újra szerintem az egyesület nagyon jó eredményeket fog elérni a bajnokságon. Az olimpia egyéves csúszása mit jelent a kajak válogatottak számára? Hát azért először ez egy komoly pofontként ért mindenkit, hiszen azért, ha valaki egy olimpiára készül, akkor pontosan tudja, hogy itt milliméterre pontosan kell összerakni a programot, itt tényleg nagyon-nagyon készülnek szisztematikus rendszerekben a versenyzők, és hát ez egy hirtelen egy ilyen megállt mutatott. De én azért örülök annak, hogy egyrészt a szövetségi kapitányok ilyen edzésversenyeket szerveznek a gyerekeknek, ami azt jelenti, hogy már a múlt héten, jövő héten ilyen edzésverseny formájában azért a gyerekeknek fölmérjük az aktuális formáját, ezen indulnak természetesen a legjobbjaink, és hát én nagyon reménykedem, hogy a Nemzetközi Szövetség azért úgy fog dönteni, hogy szeptemberben, októberben megrendezi a
nagy nemzetközi versenyeket is. Mi például házigazdái vagyunk az olimpiai reménységek versenyének, ez a fiataloknak szól. Innen sokan mindig ott szoktak lenni tiszafüredi versenyzők, én remélem, hogy idén. Mi a visegrádi országokkal már megegyeztünk, hogy ezt biztosan megrendezzük szeptemberben Szegeden, úgyhogy én azt hiszem, hogy a fiataloknak már most van olyan cél, amire lehet készülni, és hát én nagyon remélem, hogy az olimpiai csapat is azért szép lassan előre kap, és föl tudunk készülni a jövő évi tokiói olimpiára. A kvótában hogy állnak most? Mennyi van meg biztosan, és mennyiben reménykednek még? A 18 a maximálisan megszerezhető kvóta, abból mi 13-at tavaly Szegeden megszereztünk. Mi még szeretnénk egy olyan 3-4 kvótát megszerezni, ami szintén örömteli, hogy mi jövő évre erre nyertünk annak idején egy világkupát, de most úgy döntött a Nemzetközi Szövetség, hogy ez legyen az európai kontinentális kvalifikáció, ahol még lehet szerezni kvótákat. Úgyhogy én szerintem ez egy nagy előny a magyar versenyzőknek, hogy itthon, hazai közönség előtt futhatnak neki még a kvótaszerzésnek, úgyhogy én azt hiszem, hogy a női kenuban, férfi kenuban, férfi kajakban, ahol még szeretnénk kvótát szerezni, ott talán ezeket meg tudjuk szerezni, illetve hát a parasportban is szeretnénk még legalább egy kvótát szerezni, ott ugye eddig 3 van, de én azt hiszem, hogy erre ott is majd lesz esélyünk még. Említette az előbb ezt a bizonyos versenyedzést. Nekem nagyon-nagyon furcsa, tudom, hogy a fiataloknak is volt például, meg lesz majd Szolnokon. Tehát hogy lehet motiválni, ösztönözni a versenyzőt, amikor tudja, hogy tulajdonképpen tét nélküli a dolog? Én azt hiszem, hogy főleg a gyerekeknek inkább az a fontos, hogy saját magukat fölmérjék. Tehát szerintem ez sosem tét nélküli, mert azért amikor már oda kell állni más egyesületek beliekkel, együtt egy időre menésre, akkor annak tétje van. Egyrészt az ember saját maga előtt is szeretne bizonyítani, másrészt az edzője előtt is szeretne bizonyítani, és 10 évig voltam edző, pontosan tudom ezt, és láttam az edzőkön, én is nem voltam szombaton ezen a serdülő felmérésen, hogy fontos volt nekik, hogy van egy ilyen esemény. Tehát én azt hiszem, hogy azért ez mindig egy motiváció, és hát azért most azért ott lesz a végén ez az ORV, ott lesz a Magyar Bajnokság, tehát én azt hiszem, hogy szépen föltüzelődik a csapat, és nekiállnak edzeni. Még egy kérdés a versenyekkel kapcsolatban. Nagyon sokat hallunk, és hát elsősorban a televízióban látjuk a szegedi pályát. Meg van vele elégedve, vagy van rajta még mit igazítani? Én nagyon meg vagyok elégedve. Én azt mondtam el már tavaly is mindenhol, hogy az nagyon jó dolog, amikor a létesítményfejlesztés úgy zajlik, hogy a későbbi használókat megkérdezik, és mi egy nagyon jó összmunkában tudtunk együtt dolgozni a nemzeti sportközpontokkal, és ez nem csak az én véleményem, szerintem, hogy az edzőket, a versenyzőket is megkérdezi valaki, mindenki azt fogja mondani, hogy itt nem egy presztízs beruházás történt, hanem egy olyan létesítményt fejlesztettünk, amit jól lehet használni, és ez a VB-n is jól mutatkozott, és most az emberek már versenyzők használják az edzőtáborokban, elkészült azóta egy szabadtéri kondipark, kinőtt a fű, tehát szerintem egy nagyon élhető és jó létesítmény lett. Úgyhogy én azt hiszem, hogy akik majd most ide jönnek külföldi fiatal versenyzők erre az ORV-re, fogják látni, hogy ez egy nagyon jó létesítmény lett. Én mindenhol azt mondom, hogy itt akár holnap olimpiát lehet rajta rendezni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Gratulál ifjú hölgynek, azért ez nem minden nap kap az ember ilyenfajta kitüntetést, Magyarország jó sportolója, jó tanulója. Adél, aki gyakorlott ebben a dologban, azt olvastam, hogy már 4. alkalommal kaptad meg? Igen, most volt szerencsém 4. alkalommal pályázni és elnyerni ezt az elismerést. Beszélgetünk már róla többször, de nem emlékszem rá, hogy tulajdonképpen ez az elismerés, ez mit jelent? Egy oklevél csak, vagy valami egyéb jutalom is van hozzá? Igen, egy elismerő oklevélben részesítenek minket, amit most a koronavírusra való tekintettel majd postán fognak nekünk kiküldeni. És hogy értesültetek róla? Jött egy telefon, vagy Tibi bácsi, vagy valamelyik edző szólt? Nem, e-mailben értesültünk a hírről, hogy elnyertük ezt az elismerést. Kérek szépen egy összefoglalót. Pető Adél mivel érdemelte ki ezt az elismerést? A tavalyi évi tanulmány eredményemmel és a sportversenyeken elért eredményekkel. És az, hogy már 4. alkalommal kaptad meg, ez most jó, tehát hogy megerősít, vagy hát már olyan megszokott, már megkaptam 3-szor, és oda kerül a többi oklevél mellé. Természetesen nagyon örülök neki, oda kerül a többi mellé, és örülök, hogy ezzel is elismerik a munkámat, mind a tanulás terén, mind a sport terén. Itt a telepen már sokszor találkoztunk, de az iskolában még tulajdonképpen nem. Mi újság van a suliban? Befejeződött tulajdonképpen a tanév, meg az érettségi? Vége van? Igen,
Én most voltam végzős, úgyhogy már túl vagyok az érettségén is, úgyhogy én befejeztem a gimnáziumi éveimet. Kaptál valami értesítést, vagy kaptatok már arról, hogy az érettségi hogyan sikerült? Tehát milyen az eredménye? Igen, egy a dolgozatok megtekintésén már túl vagyunk, viszont a hivatalos eredményeket és az érettségi bizonyítványt még csak június közepén fogjuk majd megkapni. Kezedben lesz az érettségi bizonyítvány, de előtte már volt gondolom egy jelentkezési lap valamelyik felsőoktatási intézménybe. Hová jelentkeztél? A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy számvitel szakára jelentkeztem. Ez nagyon komoly. Ott azért egyrészt logika kell, másrészt tanulni kell, harmadrészt érteni kell. Várod az egyetemet, vagy van azért inkább drukk, hogy mi lesz, hogy lesz? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyenek lesznek az egyetemi évek, de természetesen nagyon várom őket. Jó, Hannát is hagyd nyakassam egy kicsit. Először kaptad meg, és én arra gondoltam, hogy azért Adél jóval idősebb, tapasztaltabb tulajdonképpen. Van benned egy olyasmi, hogy felnézel rá, hogy példakép? Vagy inkább az, hogy én úgyis majd többet fogok elérni, többet fogok csinálni, mint az Adél? Hát nekem a legnagyobb példaképem az a testvérem. Én nagyon tisztelem az ő munkáját, hiszen egyaránt okos és nagyon jó sportoló. Ezért nekem ez nagyon jó érzés, hogy megkaptam én is ezt a díjat. Azért ez tényleg szokatlan. Szerintem az országban sem fordult elő, hogy így testvérpár kapja meg ugyanabban a sportágban, vagy nem tudom, talán ugyanabban az iskolában is. A Kossuth Gimibe jársz? Hanyadikos vagy? Nyolcadikos. Hát akkor még előtted van 4 nyugis év, amikor lehet majd gondolkodni. Tanulás hogy megy egyébként? Az is kitűnő? Hát van pár tantárgy, ami egy kicsit nehezenben megy, de nem sok. Én a lehető legtöbbet kihozni a sport mellett. Mennyire tudod beilleszteni a kajakozást a napi munka mellé? Iskolába járok, tanulni kell, készülni kell, dolgozatot írunk. A kajak az hogyan illeszkedik ebbe bele? Hát ugye nekem testvérem is kajakozott, így nekem már kiskorom óta ez hozzánőtt az életemhez, és minden nap nekem evidens, hogy jövök a kajakházba, és edzés van. Nekem ugye a sport és a tanulás egyaránt fontos. Így mind a teljesíteni kell tulajdonképpen, ugye? Igen. Meg hogyha a példakép itt van előtted, akkor nem olyan nehéz dolog tulajdonképpen ellesni, hogy is kell csinálni, hogyan kell az időt beosztani, hogyan kell minél többet és minél jobbat teljesíteni. Köszönöm a beszélgetést mindkettőtöknek. Gratulálok az eredményhez. Köszönjük szépen. Nagyon örülök neki, hogy itt végre találkozunk, de gondolom önök is örülnek annak, hogy végre. Egyrészt jó az idő, másrészt pedig a veszélyhelyzet már lassan lecsengőben van. Egyenként hagyd kérdezzem meg önöket, hogyan viselték el ezt a néhány hónapot, mi újság a gyerekekkel, edzésekkel, hogyan tudták tervezni, és hogyan valósult meg eddig. Tibor, kérem. Először megijedtünk, mint ahogy mindannyian az országban, nem tudtuk, hogy mi vár ránk, mi következik, mi lesz a lecsengése ennek a járványnak, milyen intézkedések jönnek. Ugye folyamatosan 3-4 naponta változtak, egyre szigorodtak a rendelkezések, és nekünk ezt ugye le kellett követni, nagyon figyelnünk kellett, hogy ne csináljunk olyat, amivel itt a bárkinek az egészségére ártalmasak lehetünk, tehát áthatunk, a veszélyhelyzetnek tehetjük ki, vagy szabályt nem szerettünk volna szegni, ezért az első időben kicsit ijedtek voltunk, azt mondhatom, de elég hamar feltaláltuk magunkat, ugye amikor arról volt szó, hogy az egyesületek, a Magyar Kajakkenu Szövetség gyors volt, ezt azért ki tudom jelenteni. Milyen a tekintetben? Tájékoztatta az egyesületeket arról, hogy mi a központi irányelv a Kajakkenu Szövetség részéről. Minden egyesületet megkértek elég hamar, hogy zárják be a kapukat, és lehetőleg ne tartsanak szervezett edzéseket. Ezt talán még a kormányrendeletet megelőzően már megtette a Kajakkenu Szövetség, ezért mi is eszerint cselekedtünk, és a nagyobb és válogatott verseny, leginkább válogatott versenyzők részére a rendelkezésünkre álló edzés eszközök, kajakergométer, szobabicikli, futópad, elliptikus tréner, tehát az ilyen eszközöket elvittük a gyerekeknek, hogy otthon tudjanak edzeni. Így nem szakadt meg a munka. Mindenki, mind a három edző napi kapcsolatban volt online a versenyzőivel. Minden versenyzőnek tudtunk adni feladatot, és akkor ők adták a napi jelentést, hogy megcsinálták.
és ahogy már láttuk, hogy mégis mi történik az országban, mit szabad és mit nem, az egyéni szabadidősport ugye megengedett volt, mi is e szerint jártunk el. Azért hál' Istennek itt már sok a nagy gyerek, aki önállóan is tud evezni, illetve mi magunk edzők is kajakba ültünk, és újra sportolni kezdtünk, hogyha esetleg már volt is kihagyásunk, és így tudtuk is felügyelni azt, hogy azért veszélyes helyzetbe ne kerüljenek a vízen, de hát hál' Istennek a Holtisza azért nem egy folyóvíz. Úgyhogy így vészeltük át, és ahogy meg lehetett nyitni az egyesületek kapuit, az országban mindenhol mi is így tettünk, és most már azt mondhatom, hogy a normál üzemmódban működünk lassan, vagy már teljesen, és szerintem elnök úr is elmondta, Schmidt Gábor, hogy hál' Istennek nem lettünk kevesebben. Ez is egy kicsit félelem volt, hogy nem tudtuk, mennyi ideig tart ez. Még a mai napig sem tudjuk 100%-ra biztosan, csak terv van arra, hogy mikor lesznek a versenyeink, de ugye egy hónappal ezelőtt még kevesebbet tudtunk, tehát kicsit olyan cél nélkül volt mindenki. Nem tudtuk, hogy erre az évre készülünk, vagy jövő évre, vagy egyáltalán mi történik, és féltünk attól, hogy ez kedvét szegheti a gyerekeknek, de igazából az a tapasztalat, hogy inkább várják már, egyre jobban várják, és egyre többen szeretnének kajakozni és sportolni. Tulajdonképpen mennyi idő maradt ki a vízi edzésekben? Úgy emlékszem, hogy március 12-e volt az, amikor az első szigorúbb intézkedés megtörtént. Önök akkor már vízen lettek tulajdonképpen, vagy voltak? Már vízen voltunk, sőt, már volt, aki edzőtáboron túl volt. A másik része az egyesületnek pedig épp utazott volna Horvátországba, ez már meghiúsult. És hát itt pont beszélgettünk az előbb a edző kollégákkal. Én úgy emlékszem, 2 hét maradt ki, Attila szerint egy kicsit kevesebb, de nagyjából 2 hetet nem voltunk vízen, és utána egyéni szabadidősportban a nagyobbak, nem mindenki, a nagyobbak újra elkezdtek evezni. Néhány nappal ezelőtt Szolnokon volt egy utánpótlás, kis verseny, vagy versenyedzés, azt hiszem, Schmidt Gábor így fogalmazott. Melyik őjük volt érintett, vagy ki tudott elmenni Szolnokra? Mindenki? Akkor Jánostól kérdezem, egyáltalán mennyire örültek ennek a lehetőségnek, vagy úgy gondolták, hogy edzés nélkül tulajdonképpen nem is nagyon érdemes elmenni. Mi történt Szolnokon? Konkrétan nem lehetőség volt, hanem ez a válogatottaknak volt felmérő, és ez egy felmérő, nem is verseny, hanem edzés, felmérő edzés volt, mert versenyeket még nem lehet tartani, és ez meghívásos volt, tehát aki a válogatott keretnek tagja, azok mehettek el. Az első hétvégén 2 héttel ezelőtt mentek az IFI versenyzők, a Pető Adél és a Kulcsár Csenge, a múlt hétvégén pedig én voltam a Dékány Lilivel, neki egy 10.000 méter volt egybe, a 2 ifi lánynak pedig 2x5.000 méter volt. Úgyhogy ez egy olyan hetente, mind a hétvégente egy olyan 60-70 embert érintett így az országba, akiket oda meghívtak, és ez majdnem kötelező volt, mert utána azt mondták, ha nem megy el, akkor a következőkre nem kapnak meghívást, és más nem mehetett, tehát ennyi. Mit látott a gyerekek mozgásán? Mennyire voltak otthon a hajóban? Már a miénken, vagy a... Igen, a tiszafüredi lányok. Amennyit dolgoztak, úgy eveztek. Tehát mindenkinek, szerintem a 2 ifi lánynak a megfelelő időszakbeli formája megvan, tehát olyan nagy kiesés nincsen nekik, hogy lelassultunk volna, vagy valami. Nekünk azért volt egy teljes 2-3 hét kiesés a serdülőkkel, tehát Liliéknek, de mivel hogy az áprilist végig tudtuk evezni, mert én is azok közé tartoztam, aki kevezett, és akkor így végig tudtunk evezni áprilisba, azt a heti 4 evezést azt meg tudtuk csinálni, tehát egy olyan 3-400 kilométert tudtunk evezni így a egyéni sportolás címén. Így annyira nagyon nagy kiesésünk nem volt, hát hiányzott a horvátországi edzőtábor, az a másfél hét, ahova ki szoktunk menni, de szerintem így, hogy a versenyeket tudjuk, hogy mikor lesz, nem vagyunk lemaradva felkészülésre, tehát nem mentek rosszul. Ez előbb egy vidám beszélgetésben elhangzott, hogy most tulajdonképpen még több gyerek is van, mint esetleg egy normális időszakban lett volna. Ez valóban így van, hogy többen jelentkeztek, sportolni, mozogni akarnak? Végül is igen. Mert akik jártak télen edzeni, azok közül, ha jól emlékszem, ilyen 2-3 gyerek nem jelent még meg,
hogy a vírustól még félnek, tehát ezzel semmi gond nincs, tehát mi senkinek nem erőltetjük ezt az egészet, ez egy lehetőség, tehát ha le akar jönni és lejön, akkor itt van köztünk. Ha nem akar lejönni, hát akkor el van a családdal, és akkor védekezik tovább. Viszont itt hetente, vagy majdnem azt mondom, hogy edzésre mindig megjelennek új arcok, tehát most még mindig azt mondom, hogy nagy csoportokat nem alakítok ki, például, mert most a nagy csoport az enyém lenne, tehát a legnagyobb létszámú csoport úgy beszélve, a kicsik, pont akik sokan vannak, és most ketté szedtem őket, hogy egyszerre ne legyenek sokan, hogy az egyik csoportnak hétfő szerda, a másiknak kett csütörtök, és akkor így most csak heti két-két edzésre van mind a kettőnek, és akkor akik még be akarnak kapcsolódni, azok így bekapcsolódhatnak egy-egy edzésre, és akkor azért június közepével össze szeretném zárni ezt a csoportot, hogy azért négyszer tudjanak evezni. Nem azért, hogy most azt akarom, hogy nagy csoport legyen, csak így akkor több lehetősége jut ki mindenkinek arra, hogy evezzen, és akkor így heti négy evezés lehetne nekik, nem pedig kettő. János, az edzésterven kellett-e módosítani, vagy változtatni, vagy csak alkalmazkodni kellett a meglévő lehetőségekhez? Hát persze, változtatni kellett az edzésterven, mert azt nem csinálhattuk, amit rendesen szoktunk csinálni. Tehát volt, hogy közösen biciklizni mentünk, mert hogy a szabad időben volt, vagy szabadban volt, és akkor ott akár nagyobb csoportot is kialakítottunk, a 10-15 főt. Mert vízen azért megpróbáltuk úgy, hogy azért az a 6-8-10 fő, mert 10 fő volt a határ, amit mondtak annak idején a szövetségtől, hogy 10-től többen ne legyünk már egy nagyobb bolyba, és akkor ezt megpróbáltuk betartani, tehát meg nem annyi időt tudtunk, nem tudtunk zárt térbe még pluszba kondizni, mert hogyha most éppen odakint rossz idő volt, akkor itt a kinti húzóckodót se tudtuk használni, vagy valami, tehát ugyanaz a felkészülés nem volt, mint hogyha nem lett volna a járvány. Attilát is kérdezném, nem tudom most fejből, hogy melyik az ön csoportja, a kisebbek vagy a nagyobbak, mi újság van a gyerekekkel, mennyire örültek annak, hogy vízre szállhatnak? Igen, én is nagyobbakkal vagyok, ifi versenyzőim vannak, és van 1-2-23-as versenyzőm is. Nekünk is, mint azt mondhatnám el, mint a Tibi mondott, hogy egy-két hét pihenőnk volt, és utána ugyanúgy egyénileg a szabadban megoldották a gyerekek a versenyzést, és én is beleültem a kajakba, nekem is ugye menni kellett velük, hiszen ugye Eriket nem nagyon mertem, hogy egyedül levezzen, csak para versenyző, és azért csak felügyelni szerettük volna mindannyian azért, hogy versenyeznek. Azért csak kiengedni vízre a gyerekeket egyedül, nem egyszerű. Nem is szokás. Hát igen. Igen, igen. Tehát ez senki nem vállalja föl azt, hogy egyedül ugye elinduljanak, főleg 18 év alatt a gyerekek. Említette valamelyikőjük, hogy valami kikötőben volt azért egy ilyen szálláshely, vagy egy találkozóhely, ahonnan aztán elindulhattak a gyerekek? Ugye szálláshelynek nem nevezném, ugye a gyerekek, ugye Tiborral voltunk ott közösen, még Tibor sem ott volt, mert ő is külön más helyen tartotta a versenyzőnek a hajóját. Ott is be kellett tartani ezt a 10 főt? Ott is mindenféleképpen. Szerencsére ebben nekünk könnyebb volt mind a két csoport, ugye 10 fő alatti, és ugye így könnyebb volt, ugye vízre szállnunk, egyszerűbb volt, de ott is azért a kikötős is emlékszem. Voltak olyan nehéz pillanatai, hogy nem most akkor be kell zárnia, vagy nem kell bezárni, és akkor gondolkoznunk kellett, hogy nem most akkor hova menjünk innestől kezdve, mert ugye itt a klub bezárt, ugye követtük a Magyar Kajakkenu Szövetségnek az utasításait, ajánlásait, bocsánat, nem utasításait, és akkor ugye nyilván mi is kiköltöztünk, kivittük a hajókat, és akkor próbáltuk megoldani a helyzetet, ahogy csak lehetett. Tiborhoz még egy kérdés. Van-e egy olyan konkrét időpont, amikor az első versenyt meghirdeti már a szövetség, vagy meghirdette? Van tervezett versenynaptár, hogyha jól emlékszem, már talán júliusban regionális versenyekkel kezdődik, augusztus végén, szeptember elején vannak a magyar bajnokságok, és még nemzetközi versenyek megrendezéséről is van szó, szeptemberben, illetve októberben. Ezek még annyiból bizonytalanok, hogy a Nemzetközi Szövetség, tehát a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség és az Európai Kajakkenu Szövetség is még ugye beleszólhat, mivel nemzetközi versenyek. A világversenyeket törölték, ez biztos sajnos, de az európai versenyek még függőben vannak. Például a Maraton Európa Bajnokság Budapesten lenne,
Ott még, ahogy az előbb mondta elnök úr, ott 75% esély van, hogy megrendezésre kerül, sőt, még a moszkvai síkvízi Európa-bajnokság sem biztos, hogy elmarad, ez is hál' Istennek egy őszi dátum, úgyhogy igazából még van remény, hogy lesznek még akár nagy versenyek is, vagy a szegedi olimpiai reménységek versenye, ahol 30-40 ország vesz részt, az például 100%-ra mondta, hogy megrendezésre kerül. Úgyhogy van mire edzeni, van cél, kicsit nehezebb lesz, mint más években, mert kevesebb a verseny, hogy mondják, sok a fóka, kevés a pingvin, vagy tehát, hogy eszkimó, igen, de a fóka meg pingvinre vadászik, biztos, hogy most feltaláltam egy mondást, de tehát a lényeg az, hogy nagyon sok a jó versenyző, és kicsit kevesebb a lehetőség. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sok sikert, jó munkát kívánok, és akkor remélem, most már találkozunk gyakrabban. Viszontlátásra! Köszönöm, viszlát.